élet vizének. Valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat? Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt? Valaki mondja meg, hol maradt? Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Önök a Víziterápia 179. részét látják. Vendégünk ismét Ambrus Tibor barátom. Köszöntelek szeretettel, és hát most, hogy beindult az úgynevezett korlátozás mozgásba, örülök, hogy még együtt tudunk lenni, és még tudunk tévéműsort csinálni, mert azért sajnos közöttünk van 70 km távolság. Folytatnánk azt a téma kört, azt a sorozatot, amivel elkezdtük, mert jöttek visszajelzések, hogy kíváncsiak kedves nézőink arra, hogy is néz ki a belső mag, milyen tevékenységi kört folytattak itt az illuminátusok, szabadkönyvesség. Tibor, átadnám a szót. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a kedves nézőket, és üdvözlöm a víziterápia rajongóit. Hát, fortyognak bennem az indulatok, István, megmondom őszintén, a médiában, illetve az interneten és más helyeken mindenhol más se lát az ember, mint megmondó embereket, profétákat, okoskodókat, akik meg akarják mondani a nagy tutit. Én mégis azt mondanám, hogy ebben a részben kicsit próbáljunk visszamenni a gyökerekhez, próbáljunk megkeresni az okozati összefüggéseket, amely idáig juttatta az emberiséget, illetve az emberiséget irányító globális elitet. Ha megengeded, szokásomhoz híven egy idézettel kezdeném. Vágjunk bele. Az általam nagyon tisztelt dr. Rábik János mondta ezt az idézetet az egyik műsorában. Én őt idézem, illetve akit idézett. Ez egy szójáték. Menahem Begin 1982-ben a Knessetben mondta többek között ezt. Tőle idézek, a zsidóság annyira különbözik a többi embertől, mint a többi ember a rovaroktól. Ismétlem még egyszer, a zsidóság annyira különbözik a többi embertől, mint a többi ember a rovaroktól. Hát ez elég kemény nyilatkozat volt. Csak egy fél pillanatra szakítalak meg, és utána légy szíves ezzel folytasd. Mondod, hogy az okozatot keressük. Tehát tulajdonképpen a karmánkat, mert megvan a miértje annak, és majd erre is biztosan ki fogunk térni, hogy miért vagyunk ilyen kegyetlen helyzetben most, főleg napjainkban. Így van. De hogy ne ennyire fekete-fehéren nézzük a dolgokat, és főleg a zsidóságot, ne ítéljük el en bloc egészében a teljes zsidóságot. Itt nyilvánvaló, hogy Menahem Begin a zsidóság elitjéhez tartozik. Vagy tartozott. És a globális elit gondolkodását tükrözi ez a mondása. Nem az teljes zsidóságnak ez a véleménye az emberiségről, az emberiség többi tagjáról, hanem a globális elit, és az, akik zsidóknak vallják magukat, de igazándiból nem gyakorolják a zsidó vallást. Hogy ezt igazoljam, amit elmondtam neked, szeretném néhány mondatot felolvasni. Marvin S. Antelman rabbi 1974-ben megjelent az ópium felszámolása. Rabbit mondtál, ugye? Rabbi. Így van. Jó. Az ópium felszámolása című könyvében. Aki a következőkre mutat rá, hogy egy kicsit tisztában lássuk ezeket a dolgokat. Antelman, aki a nácik miatt 17 családtagját vesztette el, így ír. Ezt írta. Ez a klikk már mint a globális elitről beszél. Nem támogatni akarja a judaizmust, hanem lerombolni. Az imádat a központjában álló ókori mindent látó szemkultuszának összes többi alternatívájával egyetemben. Ez a törekvés az, ami a lojalitás, a motiváció közös alapját képezi, azon zsidók, arabok, brittek, németek, amerikaiak számára, akik tudatosan összedolgoznak, hogy megteremtsék az új világrend néven ismert globális fasiszta önkényuralmat. 1974-et írunk, Marvin S. Antelman rabbi
írta. 46 évvel ezelőtt. A globális elit zsidói, és itt a zsidó szó idézőjelben van, hogy ez mekkora átverés, hogy ők zsidóknak vallják magukat, pedig igen, egyáltalán nem. Igen, mert akkor az árak, hogy ahogy átkeresztelkedek, mert ezt például is boncolgathatnánk, meg hát beszéltünk is már róla. Igen. Épp úgy fütyülnek a zsidóságra, már mint a globális elit zsidói, épp úgy fütyülnek a zsidóságra, mint ahogy a klik német tagjai sem törődnek a német néppel. Számukra a bármilyen fajú, színű vagy a nemzetiségű tömegek pusztán identitással nem rendelkező hordák, akik mindössze arra valók, hogy szükség szerint felhasználják őket uruk a negyedik dimenzióbeli luciferi tudatosság szolgálatában. Tibor, olvastad a rabbitól, hogy a német elit is. Így van. Fantasztikusan látta 46 évvel ezelőtt. Így van. Így mert van. Mert most hagyd nem említsek Angela Merkelt, vagy több német vezetőt, hogy a migráns helyzet, de most ma nem ezzel foglalkozunk, csak éppen nézőinknek hívnám föl a figyelmét arra, hogy van egy szenzációs, hogy a világurai, mert ezen a bolygón sajnos a pénz az Isten. Folytasd, kérlek. Van. Na most azt még hozzáfűzném, hogy David Icke és az Igazság felszabadít című könyvéből idéztem az említett rabbit. Tehát ez a általam felolvasott mondatok is igazolják azt, hogy a globális elit az nem a vallási, nem faji és nem egyéb csoportosulás, hanem ezeknek se istenük, se hazájuk szószoros értelmében, se nemzetük. Egyetlen dolgot imádnak, illetve szolgálnak ez a globális elit, és pedig itt, ahogy leírta a rabbi, a negyedik dimenzióbeli Lucifert, amely, és itt már többször említettem ezeket a dolgokat a korábbi műsorokban, ugye emlékszel rá, István, legutóbb a 165 és a 166-os műsorban, szépen felvázoltam a világot irányító globális elit piramis szerkezetének a felépítését. Tehát, a legfelső csúcson áll a pindár, ugye emlékszel rá, hogyne? Az alatt a 13 vérvonalbeli arisztokrata család, szintén felsoroltam őket, alatta a 300 család, amely a 300 nem a leggazdagabb, a legbefolyásosabb család, és utána jönnek a különböző szervezetek, titkos szervezetek, mint például a Szabadkőműves Mozgalom, vagy az Illuminátusok, a Bilderberg csoport, Trilaterális Bizottság, Külkapcsolatok Tanácsa, a Koponyák és Csontok rendje, a Fekete Lovagok rendje, a City of London, mind a világ egyik irányító központja. A hogy mondok én is, hogy a Római Klub. Római Klub, köszönöm szépen. Tehát vannak jó néhányan, vagy például a különböző szabadkömüves csoportosulások. Na most tudni kell azt, hogy ezek között, a szabadkönyves csoportosulások között különböző nézeteltérések és konfliktusok vannak a világot irányító tervvel kapcsolatban. És ezek a konfliktusok, ezek a konfliktus helyzetek sajnos mindig a gólyokon, tehát rajtunk egyszerű embereken csapódik le. Na most tudni kell azt is, és ezt többször elmondtam már a műsorokban, de azért felhívom a figyelmet arra, hogy ez egy nagyon sötét hatalmi erő, ez a globális hatalmi erő. Ezek az erők folyamatosan küzdenek egymással szemben. És mire észrevesszük azokat a terveket, taktikákat, praktikákat, amit kidolgoznak az emberiség irányításával kapcsolatban. Ilyen volt például a napvilágra került, 1962-ben napvilágra került Iron Mountain jelentés, például a Vashegy jelentés, vagy említhetnénk itt a Zion bölcseinek a jegyzőkönyveit is, amelynek aztán semmi köze nincs a zsidósághoz, hiszen egy ilyen szintű könyvet megírni az emberiség irányítására, ez kérlek szépen egy felsőbb tudás, egy felsőbb entitás, egy magasabb szellemiségnek a tudása szükséges. Tehát visszatérve
az Illuminátus szabadkönyvesekre, mindenképpen meg kell említeni, hogy kétfajta elmélet van, kétfajta szemlélet a világunkkal kapcsolatban. Illetve a világunkat elemző történetírással és történettudománnyal kapcsolatban. Az egyik, ez a marxista-leninista szemlélet, amely azt mondja, hogy a világunk spontán események története, tehát maga a történelem és a különböző események, mondjuk a radikális, drasztikus események, mondjuk a forradalmak és a háborúk, vagy a társadalmi gazdasági átalakulások, azok spontán cselekmények sorozata, ahogy próbáljam egy kicsit idézni Marxot vagy Engelset, ők mindig azt mondták, és akkoriban belénk is verték a történelembe, történettudományba, hogy a mennyiségi változások minőségi változása alakulnak át. Ugye mindig azt mondták, ezért volt az angol polgári forradalom, a nagy francia forradalom, a párizsi kommün, a tanácsköztársaság, és így tovább, bolsevik forradalom Oroszországban. A másik irány, a történetírás és a történetkutatása kapcsolatban, pedig azt mondja, és ezek vagyunk mi ezt az oldalt képviseljük, hogy a világunkat évezredek óta egy titkos hatalmi elit irányítja, amely egyre jobban lelepleződik, egyre jobban lehet látni már ennek a hatalmi elitnek a szándékait, kik is képviselik őket, annak ellenére, hogy ez a hatalmi elit, ez a globális elit. Peter Phillipsnek jelent meg egy könyve, Giants néven, hatalmasok néven, amely a globális elitről szól. Magyarul is? Sajnos magyarul még nem jelent meg, de global power elit. De global power elit. Tehát egyre több és több könyv, irodalom jelenik meg ezekről az emberekről. Sőt, ez a Peter Phillips, ha jól tudom, családokra, emberekre, eseményekre lebontva már leírta, hogy kik ezek, mégis ők a végtelenségig tagadják, hogy őnekik bármelyik közük lenne az emberiség irányításához. Nem csak arról van szó, István, hogy úgy kormányozzák valakik ezt a világot, hogy erre senki nem kérte fel őket, senki nem bízta meg őket, senki nem ellenőrizheti őket, és saját bevallásuk szerint ők nem is léteznek. Érted? Igen. Mégis ők irányítják a világ folyamatait. Tehát nem hajlandók az emberiség problémáival, itt a globalizmus legfőbb problémáival kapcsolatban leülni tárgyalóasztalhoz, még a témát felvetni sem hagyják, és önmaguk létét letagadják. Folyamatosan ők ott állnak, az irányító szervezeteik. Tehát ugye van a globális elit, és az ahhoz tartozó szabadkönyves mozgalom, és a szabadkönyves mozgalomba beépülő illuminátusokon keresztül folyamatosan irányítják a világ politikai, gazdasági, kulturális és egyéb folyamatait. Ezért olvastam föl azt, hogy az ő gondolkodásuk olyan, hogy az emberek olyanok, mint a rovarok az ő szemükben. Most elképzelhető, hogy éppen egy kísérlet alanyai vagyunk. Hát igen, azt tudjuk igazolni, hogy azért vannak feszültségek a hatalmi elitben is. Az óriási kérdés, nagyon jól mondtad, hogy na akkor melyik erő és hogyan sodródik, hogy a mérsékeltebb vagy a radikális, és akkor jöhet a nagy boom, mert hát azért a háború már kitört. Így van, tehát gyakorlatilag most már ez a mi világháborunk, ez a mi korosztályunk világháborúja, ami jelenleg a Földön zajlik. Visszatérve a szabadkönyvesekre és az illuminátusokra és a világunkat irányító erőre, azt is mindenképpen el kell mondani, István, hogy ezek a legfőbb irányítók,
és a közvetlen alattvalóik, strómanjaik, mint például Soros György. Ő Soros György egy stróman. Tehát ő van előtérben, ő az arcát adja egy csomó olyan dologhoz, amely a világunknak komoly problémákat okoz, nem akarom most ezeket részletezni. Ezeknek az embereknek nincs lelki világuk, nincs lelki ismeretük, és emiatt nincs is lelki ismeret furdalásuk. Tehát ne csodálkozzunk. Hát elég mélyen szunnyad. Elég mélyen. Elég. Tehát ezek az emberek, humanoidok, ezek hibridek. Én az elmúlt műsorban lehet, hogy már említettem, hogy azok, mint például a Rothschildok, Rockefellerek, vagy a legfőbb irányító családok, mint a Kuhn and Loeb, a Warburgok, a Morganok például, csak néhányat, hogy említsek, ezek hibrid lények. Tehát körülbelül 50%-ban reptilián vagy drákon génekkel rendelkeznek, és a másik 50%-ban pedig humanoid, tehát homo sapiens génekkel. Na most nyilvánvaló, hogy mivel az ő génjeikben, érzelmi világukban gyakorlatilag a hatalom, és a hatalom dominál, illetve az ő általuk alacsonyabb rendűnek tartott emberiségnek az eltiprása, őnekik a szemük serebben akkor, amikor kérlek szépen milliók halnak meg a csatatéren. Gondolj például az első világháborúban verdöni vérszivattyúra. Most mondd meg nekem őszintén, katonai stratégiai szempontból mi értelme volt a verdöni vérszivattyúnak, amikor közel két éven át több millió ember halt meg ott a csatatéren Verdunnél, és gyakorlatilag a lövészárkok, illetve a frontvonal 100 métert nem ment előre vagy hátra egyik fél részéről. Mégis mészárszékre hajtották az emberek százezreit mind a két oldalon. Tehát visszatérve, a fő eszközük az oszd meg és uralkodj. Erről már korábban egy műsorban beszéltem. Megosztják az embereket, hogy te baloldali vagy, vagy jobboldali vagy, te fiatal vagy, vagy idős vagy, te keresztény vagy, te muzulmán vagy, te nő vagy, te férfi vagy, ugye a női egyenjogúság harcok mögött is ugyanúgy ők állnak. Ugyanúgy a zöld pártok mögött is ez a globális elit áll. Tehát visszatérve, folyamatosan megosztják az emberiséget, folyamatosan manipulálják, ha kell a média által, ami az egyik legnagyobb fegyverük, illetve ha kell pszichológiai eszközöket is bevetnek, lásd az első világháborút megelőző őrület, és hogy mennyire cinikusak, hogy mennyire becsapják az embereket, jelzi az is, hogy azok, akik az első világháború előtt a legnagyobb hangadói voltak a háborúnak, és hogy szükség van háborúra, és menni kell, és küzdeni kell, és a háború mellett agitáltak, azok a csoportok, mikor már két vagy három évig zajlott a háború, pont azok voltak, akik a legnagyobb békepártiak voltak. Nem véletlen, hogy nálunk a Trianon megtörténhetett. Erre majd a következő műsorban külön kitérünk. Jó. De még talán annyit érdemes hozzátenni, egyébként nagyon jól mondod, hogy ők meg azért a karosszékben szépen elmosolyognak, hogy, így van. Hogy milyen birka módjára tudják vezetni az emberiséget, mert hát nagy valószínűséggel 100-ból 99-et simán meg tudnak vásárolni egy kis pénzzel, mert ugye az az úr, és akkor besorol mögéjük mindenki. Ahogy említetted is, hogy a média legnagyobb tévétársaságok hát érjen a CNN-nel, és behajolnak, és a végtelenségig megtévesztik az emberiséget. Így van István, tehát mindig az van, hogy mire mi rájövünk, vagy próbálunk gondolkodni azon, hogy
valójában mi is a céljuk, és mi a következő lépésük az emberiség rabszolgaságban, bérrabszolgaságban való tétel, mert félig meddig azok vagyunk, ugye a Novus Ordo Seclorum. Bocsánat, majd leszünk, de most már lassan ott vagyunk. Ugye hát nem véletlen, ugye a kamatkapitalizmuson keresztül, ez a világ legnagyobb szélhámosságán keresztül, a kamatkapitalizmuson keresztül is gyakorlatilag itt irányítják. Hát ott kevés volt nekik. Még fokozzuk. Még több kell. Sokan vagyunk az ő szemükben. Tehát visszatérve, tehát az összes forradalom, az összes világháború mögött ők álltak. Egyenlően. Ez a globális erő. 10-ből 10-ben. Így van. Egy egyszerű példa, itt a David Icke igazságfelszabadító című könyvében X szerzőtől idéz, hogy például az amerikai polgárháború, az Egyesült Államokban zajló polgár észak-dél háborúban az északiakat a Rothschildok londoni bankháza, a délieket pedig a Rothschildok párizsi bankháza finanszírozta, és a fő cél az volt, hogy létrehozzák a magánbankrendszert az Egyesült Államokban. Ez volt a fő cél, hogy megosszák, szétszakítsák az Egyesült Államokat. Rendkívül kifinomult, manipulatív hálót építettek ki az egész emberiségre, az egész globális világra. És mindenhol, minden szinten ott vannak az embereik beépítve, azok, akik eladták a lelküket. Én azt úgy hívom, hogy ezek az emberek eladták a lelküket. Ezeket már tudatosan, és mondom, évezredek óta ez a szisztéma és ez a kialakult gyakorlat, egyetemeken, főiskolán már tudatosan kiválasztják őket. Például példának okáért az Egyesült Államokban a Yale Egyetemről kerülnek ki az amerikai adminisztráció vezető egyéniségeinek a nagy része. Tehát már korán kiválasztják őket, a tehetségeket, külön ösztöndíjat kapnak, külön egzisztenciálisan felturbozzák őket, és magukhoz láncolják őket. És utána már nincs menekvés. Utána már, ha bekerülsz ebbe a hálóba, utána már fogott ember. Ja. Tehát ezek az emberek gyakorlatilag mind a társadalom minden szegmensében ott vannak. Például nem csak a magyar, a világ bírói testületeiben ott vannak. Például a szabadkőműveseknek Rafai Ernő egyik előadásában megmutatta, hogy mi a titkos kézfogásuk, ha a bíróságon találkoznak például. Egy elítélt és egy bíró, vagy ezek. Tehát, vagy titkos jelzéseik, és akkor a bíró tudja, hogy azt az embert nem szabad elítélni, vagy ha lehet, a minimális büntetés kell rá kiszabni. Húzni, de ez csak a bíróságra, persze. Hatalmi igen. Ágazatokon belül. Igen. Tehát tudni kell azt, hogy a mindenkori miniszterelnök és a különböző pártok és a különböző kormányok, azok gyakorlatilag irányított bábok, amelyeket hátulról, a függöny mögül a valódi urak, a világ irányítói madzagon rángatnak. Most ez nem azt jelenti, hogy vegyük például Orbán Viktort, hogy ő neki reggeltől estig megmondják azt, hogy mit csináljon. Tehát azért Orbán Viktor, vagy más elnökök is a saját országokon belül megpróbálnak azon a kereten belül mindent megtenni azért, lehetőleg, lehetőségikhez képest, hogy az adott lokalitás jelen esetben a magyarság érdekeit valamilyen szinten képviselni tudja ez a hatalmas világerővel szemben. Ugye hát az ő képviselőik, előretört helyőrségeik a multinacionális cégek, a bankok, az IMF, a Világbank és a hitelminősítő intézetek. Tehát borzasztó nehéz helyzetben vannak most ebben a jelen helyzetben a lokalitások, magyarán a nemzetállamok. Ki kell mondani, hogy most már el kell felejteni azokat a dolgokat, ami tudatosan a világ urai ránk erőltettek a politikai palettán, hogy jobb és baloldal, hanem igazándiból az a valódi kérdés,
hogy valaki, vagy valakik a globális erőket szolgálják, vagy a nemzeti erőket szolgálják. Ez az igazi választóvonal. Ezt kellene először felismerni az embereknek. Tehát az emberiségnek és az embereknek, hogy a globális világ válságban van, nagyon nagy válságban van a globális világ, végpusztulását érzi, az Egyesült Államok, mint világbirodalom szintén óriási válságban van, már évtizedek óta lassan, inkább úgymondanám 10 éve már, próbál az Egyesült Államok lemondani a világhatalmi szerepéről, és önellátásra berendezkedni. A régi olajkutakat újra működésbe hozzák. A különböző ásványanyagokkal kapcsolatban, és amiben tud, mindenben próbál önálló lenni. Visszatelepítik az autógyárakat, és próbálnak a kínai dolgoktól elszakadni. Igen ám, nem fognak tudni. De pontosan erről van szó, a két Amerika van, az egyik a nemzetállam Amerika, a másik pedig a birodalmi Amerika. A birodalmi Amerikát uralják a háttérben a globális elit, és a birodalmi Amerika irányítja gyakorlatilag a nemzetállam Amerikát is. Egyes források szerint három csoport van nagyon keményen egymással szemben, három illuminátus csoport. Elképzelhető az, hogy ezek nyílt színen is konfliktus fognak egymással szemben viselni. Tehát itt szó szerint mondanám a vörös drákonok, a vörös sárkányok, a sárga sárkány és a fehér sárkány. Tehát ez a három illuminátus reptilián drákon csoport, amely egymással szemben áll. Na, hogy is fogalmazok, annyira nem vagyunk rá kíváncsiak, mert mi inkább a békét meg a szeretetet óhajtjuk. Mert az, hogy ez kétségtelen, mert erre nagyon sok erre utaló jel van, hogy fent is, tehát a csúcson is van marakodás egymással, de én azért csak azt mondanám, mert közben jelezett a szerkesztő, hogy lassan lejár az időnk. Én csak arra hívnám fel a kedves nézőink figyelmét, hogy nekünk összesen annyi dolgunk van, hogy próbáljunk meg őszintén, tiszta szívvel, önzetlenül imádkozunk, és higgyék el nekem, kedves nézőink, én elmondhatom a gyakorlatban, kivitelezhető, jön a segítség. Jön, és talán azt is megmerem jegyezni, bár gondolkodtam egy pillanatig rajta, én is úgy gondolom, hogy lehet, hogy a magyar nincs ilyen, hogy kivétel vagy kiválasztott, nehogy félreértsenek, de jó helyzetben vagyunk itt a Kárpát-medencében. Viszonylag fejlett, széles látó körül a magyar nemzet. Lásd egyébként az állami vezetés is azért jól teszi most a dolgát ezekben a napokban, tehát nem panaszkodhatunk. Így van. Úgyhogy tehát ennyi dolgunk van, hogy ápoljuk a szeretetes kapcsolatainkat, és majd el fog ez ölni. Igen, István, még annyit hozzáfűznék, és akkor be is fejezem, hogy a jelenlegi válság, ugye ez a koronavírus járvány is megmutatja, hogy az Európai Unió mennyire alkalmatlan a szerepének a betöltésére. Tehát itt nem csak a globális világ fog darabokra szétszakadni, hanem szerintem az Európai Unió is. Kolóniák, igen. Zárjuk ezzel. Köszönjük szépen, kedves nézőink, hogy velünk tartottak. Vigyék, legyenek kedvesek a jó hírt, a rosszat is, tájékoztassuk egymást folyamatosan, mert az információ ugye aranyat ér, tehát erre azért szeretném felhívni a figyelmüket, ha tehetik, nézzenek bennünket, és további jó pihenést kívánunk, viszontlátásra. És vigyázzanak magukra. Igen, fontos. Isten áldja nézőket. Isten áldja. Valaki mondja meg, hogyan kell élnem, a bánom. Bánts más, valaki látta, hogy bántott.